Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Dunai Város Televízió híradóját látják. Kérem, tekintsék meg híreinket, röviden. Meghirdetik az orvostechnikai eszközök közbeszerzését. Sokan szabálytalanul közlekednek. Oktatás, remény, lehetőség. A jégkorongosok adománya. Kiértékelte a szezont a D-Pase. Oktató vására Rudasban. A Veszprémmel küzd majd a Dunai Városi Kohász Kézilabda Akadémia. A Szent Pantaleon Kórház új műtőblokkjának beruházása fontos állomásához érkezett, meghirdették az orvostechnikai eszközök beszerzését, erről tájékoztatták a média képviselőit. A kórház új technikai tömbjének alapkövét januárban tették le. A műtőblokk az év végére teljesen felépült. Most az orvostechnikai eszközök közbeszerzése következik. A mai sajtótájékoztatóra azért volt nagyon nagy szüksége, mert igazi hírértéke van. Végre ott tartunk, hogy a gépműszer beszerzéssel kapcsolatos EU-s pályázat megjelenhetett. Bent van a honlapunkon is, minden hivatalos fórumon megjelent. Ez egy hatalmas öröm, mert ez felgyorsítja az eseményeket, hiszen tudjuk azt, hogy 6 hónapot ültek rajta a hivatalok, illetve hát nem ültek, végezték a dolgokat, mert ez egy ilyen hosszadalmas dolog, mert ugye itt az átláthatóság kedvéért nagyon precízen, pontosan be kell tartani adminisztratív szabályokat. De az örömhír az, hogy eljutottunk erre a pontra, végre elindulhat minden a maga útján, hiszen látják önök is, az épület kész. A győztes beszállítóval március első felében köthetik meg a szerződést. A fejlesztés a tervezett ütem szerint halad. Ebben sok segítséget kaptak a megyei kormányhivataltól is. Nyilván a kormányhivatalnak egy koordinációs szerepe van ebben a feladatban, hiszen a források fölött nem mi rendelkezünk. Úgy tudunk, hogy koordináció keretében részben az Állami Igazgatási Kollégium meghívottai azok a szervezetek, úgy mint az OEP, úgy, mint a saját szervünk ugye folyamatosan részt vesz, mint az ANTS, ezek a szakmai területek és a finanszírozás területe. A másik lehetőségünk pedig az, hogy az országgyűlési képviselőkön keresztül, akik a területen tevékenykednek, az ő munkájuk révén megkeressük azokat a szervezeteket. Ebben a vonatkozásban ugye a egészségügyi államtitkárság a szakmai irányító, dr. Szócska Miklós államtitkár vezetésével, viszont a szakintézmények, úgy, mint az ESA, amely a közreműködő szervezet, illetve a fejlesztési ügynökségnek a közbeszerzések felügyeleteket ellátó része a NFÜ-KFF. Ezeket a szervezeteket pedig az illetékes államtitkárságon keresztül keressük meg, annak érdekében, hogy a lehető leggyorsabban bírálják el azokat az eljárásokat, amelyek szakmailag előkészítetten kerülnek oda, csak ugye mindenhol most finish van az EU-s projektek tekintetében, így gyakorlatilag az idővel futunk versenyt, de ahol szakmailag megalapozott már az anyag, ott nyilvánvalóan azt kérjük, hogy gyorsítsák föl a elbírálás folyamatát. Ebben működünk koordinatív szereppel közre. Az épület részleges használatba vétele a tervek szerint a jövő év elejétől folyamatosan történik. A központi technológiai tömb átadásával megszűnik a műtők, sterilizálók, széttagolt struktúrája, és a mostaninál hatékonyabb, a betegek számára kedvezőbb munkaszervezés valósulhat meg. Egyirányosították a forgalmat a Bercsényi Miklós és az Esze Tamás utca közötti szakaszon. A forgalmi rendváltozását már táblák is jelzik, de nagyon sokan még rutinból behajtanak. Városunkban december 16-ától változott a közlekedés rendje a Technikum városrészben. Egyirányosították a forgalmat a Táncsics Mihály utcában, a Bercsényi Miklós és az Esze Tamás utca közötti szakaszon. Vannak, akiknek nem tetszik ez az ötlet, és nem tudják, hogy mi indokolta ezt a döntést. Sokan azt gondolják, hogy a tiltótábla ellenére is be fognak hajtani az utcába. Én nem vezetek autót, én annyira nem értek hozzá, de én szerintem nem éppen jó, mert ha mentő, vagy tűzoltó, vagy akármi történik egy házban, az úgyis be fognak menni. Nem fogják ott megnézni, hogy egy irányú, hogy csak ott lehet bemenni. Nem értjük az okát egyáltalán. Mi tartott ezt szükségesnek, hogy ezt megcsinálják. Tulajdonképpen maga a tájékoztatása volt tökéletes, ami az újságban megjelent, abból igazándiból nem mindenki értesült arról, hogy ez az utca egy irányú lett. Bár a táblák ugye jól mutatják, de mi volt az oka annak egyáltalán, hogy ezt az utcát egyirányosították. Ezt szeretné ugye a lakosság nagy része szerintem megtudni, többek között én is. Volt, aki a megfelelő tájékoztatást hiányolta, hogy nem jutott el minden emberhez megfelelően a változás híre. Van a Dunaújvárosi TV, ami egy jó információs része az adásoknak, ugye ezt mindenki tudja fogni. Másodszorban egy nagyobb cikket megérdemelt volna azért, hogy miért
történt ez a forgalmi rendváltozás, hiszen itt nem csak ezt az utcát érintette, úgy tudom, hanem itt a technikumban más utcákat is. Oktatás, remény, lehetőség címmel sajtótájékoztatót tartott ma a Párbeszéd Magyarország helyi szervezetének vezetője, Szabó Zsolt. Azt gondolom, hogy olyan egy város jövője, amilyen a benne tanuló fiatalok lehetőségei. Ezzel kezdte sajtótájékoztatóját Szabó Zsolt képviselő, a PM helyi vezetője. Mint mondta, az iskolák állami fenntartásba kerülését követően többször szólaltak fel azzal kapcsolatban, hogy mennyi problémát jelent ez az oktatásban. Ezek között emelte ki a nehéz körülmények közé született gyermekek helyzetét. Fontos, hogy ők is ugyanolyan eséllyel tanulhassanak, mint más társaik. Az úgynevezett PISA-teszten, ahol a tanuló képességeit vizsgálják, még soha nem végzett ennyire hátul Magyarország, mint az idei évben. A 29. helyen végeztünk a 34 országos rangsorban. Mint mondta, a Klebelsberg intézmény fenntartó központ eddig 17,4 milliárd forintos tartozást halmozott fel, az iskolák pedig állandó likviditási nehézségekkel küszködnek. Szerintük ez lehetetlenné teszi, hogy a pedagógusok a megfelelő oktató-nevelő munkára koncentrálhassanak. A hagyományokhoz híven ismét plüss állatokat adományozott a Dabdokler jégkorong csapata a Szent Pantaleon kórház gyermekosztályának. A Dobj egy macit mozgalom idén is sikeresnek bizonyult, az acélbikák több zsáknyi játékkal csaltak mosolyt a kisbetegek arcára. Azt mondjuk, hogy meggyőződnek is ember, jó? Kis asszony. A Dobj egy macit mozgalmat idén is megszervezte városunk jégkorong csapata. Az összegyűlt játékokat szokásukhoz híven a Szent Pantaleon kórház gyerekosztályának ajánlották fel. Az acélbikák körbejárták a kórtermeket, a gyerekek pedig választhattak a plüssállatok közül. A jégkorong csapat évek óta valóban ezzel a plüssmaci ajándékkal lepi meg a gyerekeket, akik ilyenkor karácsonytáján akár itt fekszenek, vagy ambuláns vizsgálatra jönnek be hozzánk, ilyen kis aprósággal lepjük meg őket. Talán nem annyira idegenen fordulnak hozzánk, tehát az, hogy nem félnek annyira, és ez egy nagyon fontos szempont a gyerekeknél. A több zsáknyi plüss közül néhány már gazdára talált, a megmaradtakat ládában őrzik az újonnan érkező gyermekek számára. Az ajándékoknak természetesen mindenki örül, most ugye azt hallottuk, hogy nem is nagyon tudják odaadni ezt a sok macit, mert nincs is annyi beteg, úgyhogy megtartják azoknak a gyerekeknek, akik később kerülnek ide. És szerintem ez egy nagyon jó dolog, ugye abból a szempontból is, hogy nagyon nincs akkora a probléma a gyerekekkel, tehát itt viszonylag kevés a beteg, ennek nagyon-nagyon örülünk. A kórház nem csak a Dabdokler segítségére számíthat. A kisbetegek szülei és más támogatók is folyamatos felajánlásokat tesznek. Többek között ajándékokat, játékokat, alkalmazási eszközöket, műszereket, illetve hát pénzadományokat, hogy esetleg azokat a dolgokat, eszközöket szerezzük be, amit mi kívánunk, vagy mi szeretnénk. A Bartók Kamara Színházban tartotta évzáró ünnepségét a D-Pase labdarúgó csapata, a rendezvényen az Egyesület korosztályos csapatai is megjelentek. 250 gyerek, szülők, szponzorok és a városvezetés is részt vett a D-Pase évzáró ünnepségén. A vezetőség a karácsony közelettével ünnepi műsorral és ajándékokkal lepte meg az edzőket, játékosokat. Nagyon szép nap volt ez, és az egész évet nézzük, akkor abból indultunk ki, hogy az NB3-as bajnokságon ott voltunk a második helyen sokáig, és izgultunk, hogy sikerül-e. Megnyertük az NB3-at, megnyertük a selejtezőt, felkerültünk az NB2-be. Akkor azt a célt fogalmazták meg a szakvezetők, hogy legyünk stabil NB2-es csapat, ne essünk ki. Most pedig ugye az NB2 második helyén állunk, 7-es ponttal előzzük meg a harmadik helyet, és ugye a második hely feljutó az NB1-be. Remek évet zár Dobos Barna együttese. Az NB2-es Nesliga őszi küzdelmeinek végeztével a második, még feljutást érő helyen áll a csapat. A Magyar Kupában a nyolcaddöntő jelentette a végállomást a dunaújvárosiaknak, ahol a hatszoros bajnok Debrecen már túl erős ellenfélnek bizonyult. Reménykedtünk azért abban, hogy ilyen helyen fogunk állni. Nyilván ez most egy ilyen részsiker. A lényeg az, hogy évigén ott legyünk, majd olyan pozícióban, ami nagy sikert jelenti. Hiszen azért ebbe a csapatban rengeteg olyan játékos van, aki már NBA-be játszott. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nekünk az lehet a célunk, az is a célunk, hogy majd ott játszunk. Ezüstnapokat tart a héten a Rudas Közgazdasági Szakközépiskola. A már hagyománynak számító eseményen az árusító tanulók üzleti érzéküket kamatoztathatják, diáktársaik pedig karácsonyi ajándékok vásárlására kapnak lehetőséget.
Hagyományos rendezvény a Rudas iskolában az Ezüstnapok vására, amelyet évek óta a téli szünet előtti utolsó tanítási héten rendeznek meg az intézményben. Főként a kereskedelem és marketing szakos tanulók árulják a saját készítésű vagy az általuk beszerzett termékeket. A program nagy népszerűségnek örvend a diákok körében, ugyanis lehetőséget ad a karácsonyi ajándékok megvásárlására is. Egy kicsit a vállalkozási ismereteknek a felelevenítése, gyakorlása folyik. Ez jó alkalom a kapcsolattartásra a vállalkozásokkal. Ugyanakkor a diákoknak lehetőségük van a saját maguk által készített kis tárgyak, horgolt angyalka, foltvarró, vagy ékszer, vagy gyertyaöntés. Ezeket a tárgyakat is az iskolatársaknak ajánlani, hogy még a karácsonyi ajándékokat apróságokkal kiegészítsék. A diákok az árakat főként az anyagköltség függvényében határozták meg, és volt, aki ingyen sütivel próbált még több vevőt oda csalogatni. Egy ilyen esemény azonban sok előszervezést igényel. Fel kell venni a kapcsolatot a vállalkozásokkal, ezt le kell ugye adminisztrálni, azután a diákokat megkérdezni, hogy kinek lenne kedve, mert csak úgy érdemes, hogyha valaki tényleg szívből vesz részt ezen a programon, úgy tudja ajánlani. Ismeri a terméket, ez is fontos, és akkor megbeszéléseket tartunk, hogy hogyan történik az árusítás, az igazolások vagy a nyugtáknak a kitöltése, és ezeket tudják gyakorolni élőben. A szünetekben mindig nagy az eladók forgalma, így érdemesnek gondolják évről évre megrendezni. A Veszprém csapatával játszik a Magyar Kupa következő fordulójában a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia női kézilabda csapata. A mérkőzést február 26-án rendezik meg. Kedden elkészítették a negyeddöntők párosítását. A sorsolás szerint Máté Piester együttesének a Veszprém ellen kell kiarcolnia a négyes döntőbe kerülést. A sorozat szabályai alapján a továbbjutás egy mérkőzésen dől majd el, amelyet a kiírás szerint február 26-án játszanak le a csapatok a Veszprém otthonában. A két gárda már megmérkőzött egymással az idei szezonban. Akkor a DKK együttese 30-19-re győzte le a Veszprémet. Az idei esztendőben még egyszer találkozik Máté Piester és Rót Kálmán csapata. December 29-én bajnoki mérkőzésen is összecsapnak egymással a felek a Dunaújvárosi sportcsarnokban. A Magyar Kupa 4-es döntőjét május 24-én és 25-én rendezik. A holnapi időjárásról. Marad a borús, párás idő, igaz a Dunántúlon, néhol már felszakadozhat átmenetileg a felhőzet a megélénkülő szél hatására. Ennyi fért mai hírműsorunkba, kérem tekintsék meg híreinket még egyszer, röviden. Meghirdetik az orvostechnikai eszközök közbeszerzését. Sokan szabálytalanul közlekednek. Oktatás, remény, lehetőség. A jégkorongosok adománya. Kiértékelte a szezont a D-Pase. Oktató vására Rudasban. A Veszprémmel küzd majd a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is. Viszontlátásra!